Családi tragédia történt Pakson a Vadász utcában, melyről a Tolna megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központjába szerdán este 9 óra körül érkezett bejelentés. Pakson egy férfi baltával támadt a fiára, aki késsel védekezett. A 27 éves férfi több helyen megszúrta apját, aki olyan súlyosan sérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügy körülményeit. A szomszédok elmondása szerint voltak előzményei a tragédiának, már délután veszekedés volt a házban, ami estére elfajulhatott. Csak annyit látunk este, hogy itt a rendőrségkocsik és a mentő itt áll. Többet mi nem tudunk ezekről a dolgokról. Az, hogy előtte hát koccanás nincs, tányérzörgés nélkül nincsen, hát önállók is volt persze. Csak azért mondom, hogy sajnálatos, mert tehát jobbra való lett volna talán ez a család. A házban az áldozat feleségével, a gyanúsított fiúval és a lánygyermekkel, valamint annak két kisgyermekével lakott. A nyomozók őrizetbe vették a gyanúsítottat. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya büntető eljárás keretében vizsgálja az esetet.